És akkor indul a mandula. Nem tudom, hányan ismerik, akkor legyen egy kis bevezető itt rögtön az elején. Ugye új nevet kapott ez a bizonyos alkalmazás, ez a Tencent vagy Tencent Gaming fejlesztése, ez az úgynevezett Game Loop, és gyakorlatilag egy az androidok sorából, de szerintem talán az egyik leggyorsabb. Sokan ismerik mondjuk a Nox Player-t, meg a többit. Itt is van a keresőben Game Loop emulátor, és hát ezt nagyon sokan ismerik már a PUBG-ról. És ez a Tencent Gaming Buddy volt eredetileg, nem tudom pontosan mi is volt a neve, de a lényeg, hogy ugye ők azok, akik igazából a PUBG-vel futottak be elsőként. Szervusz, kedves Fish! Hát szép napot neked is! Szóval nem tudom, kinek mennyire ismerős, de ez volt az igazából, amivel nagyon-nagyon befutottak gyakorlatilag, és az első olyan játékuk, ami hát úgymond nagyban elterjedt. Most nem kell szégyenkezni a Call of Duty miatt sem, ha jól tudom, néhány nappal ezelőtt is még 35 millióan játszottak vele, ha jól tudom. Ez rögtön így az indulás után nem is rossz. Most arra valószínű még többen játszanak vele, és próbáltam több emulátort is Windowsra felrakni, hát több-kevesebb sikerrel. Ugye, aki ismeri a videóimat, meg így a csatornámat, meg a munkásságomat, az tudja, hogy alapvetően Linuxra, és Linux alá konfigurálok be Androidot, és azon játszok natív módon, tehát natív módon futó Android X86-on, és igazából nem nagyon találtam alternatívát Windows 10-re, ez volt az első olyan alkalom. Igazából, hogyha itt szétnézünk a gépen, nagyon nincs semmi, kifejezetten játékra használom egyébként a Windows-t, tehát semmi egyéb extra programot, minden mást egyébként Linuxon futtatok, azzal is dolgozok. Tehát igazából az a fő rendszer, viszont azért mindig ott van egy kicsit a gondolat, hogy de hát azért valami csak fut normálisan Windows-on is, hiszen látni, hogy mások ezzel játszanak. Na, én ezt a programot találtam, és én úgy nézem, hogy ez egészen jó teljesítménnyel fut, hogy ezzel egészen jól el lehet búckodni, az embernek kedve támad. Na most annyiból áll, ugye itt van egy login, hogyha valaki regisztrálni akar, van egy My Games funkció. Na most kicsit lassan indul, úgy látszik, ez is ébredezik, és akkor ugye ide fel vannak pakolászva a játékok, egyelőre ez a kettő van, de a standoff-val még nem igazán próbálkoztam, ugye nincs is nagyon fél, semmi, kipróbáltam egyelőre a Call of Duty-t, és hát ennek a streamnek is az az apropója, hogy többen érdeklődtek, hogy milyen, hogy lehet vele játszani, vagy hogy néz ki. Úgyhogy gondoltam, megnézzük. Ez az, ami igazából aránylag jó teljesítmény nyújt. Sajnos a mobilomon vannak kisebb problémák, főleg, hogyha streamelni akarom, akkor már nem nagyon tudok közben lőni, elcsúszik, darabos lesz a kép, tehát igazából nem nagyon van más választásom, vagy az androidos natív játék, vagy pedig ez. Na most ennek az az apropója, hogy én mindig a Linuxról beszélek, és Linuxra már tettem fel egy csomó ilyen androidos meg emulációs dolgot, de Windowsra igazából még nem néztünk meg egyetlen egy alternatívát se, pedig hát tudom, hogy több ismerősömnek is van, és mindig jött ilyen kérdés, hogy hát arra nem tudok valamit mondani. Na most eddig nem, de talán ez lesz az első olyan emulátor, mondom, én hibát nem találtam eddig a játékokban, aztán lehet, hogy van, biztos van minden programban hiba, ugye, de eddig nekem ez vált be a legjobban, nem próbáltam csak egyelőre a PUBG-t, meg ezt a játékot. Illetve a Free Fire-t mindenképpen kifogom, meg ezt a Cyber Hunter-t, vagy Cyber Hunter, nem tudom, hogy kell pontosan ejteni. És hogyha itt megyünk lejjebb, ugye ez a Game Center, tehát a My Games-nél ez a kettő van, és a Game Center-ben, hogyha itt megyünk lejjebb, akkor lehet látni, amikor még ennek a programnak a korai verzióját felraktam, akkor talán a PUBG-n kívül volt még 4 játék összesen, amit lehetett játszani, vagy 5. Tehát azóta nagyon-nagyon szépen kinőtte magát, láthatjuk, hogy most azt megkérdezzétek, hogy ez full legális-e, hiszen ugye ez az a cég, ami segített kifejleszteni, kiadni a mobil PUBG-t és a mobil Call of Duty-t, valószínűleg valamilyen módon legális, hiszen a PUBG-nál is leválaszták azokat, akik billentyűzetegére játszanak, illetve én mobilról se láttam nagy különbséget, tehát játszani egész jól lehet mobillal is, nem mellesleg. Elképesztő, azóta is bővült, mióta utájára nézegettem a játékokat, úgyhogy nagyon szépen. Ezt nagyon sok ismerősömnél látom, ezt a Farm Heroes szagát, meg ezt a Candy Crush-t, ezt rengetegen játszok. Én nem sok mindent tudtam vele csinálni, engem annyira nem kötött le, nyilván nem olyan a mentalitásom. Na jó van, akkor nézzük meg, úgymond, hogy miért jöttünk.
Call of Duty, rákattintunk, play. Ugye Google Installer, meg Google Play Game az nálam fent van, és nagyon sok játék adatait ott tárolom. Egyébként. Jó, tehát nem bonyolult a játékindítás, ugye rákattintunk az emulátorban a játékunkra, és elindul. Nyilván itt rengeteg funkció van, tehát erre még egy külön előadás elmenne, hogyha most elkezdenénk itt elemezgetni, hogy hogyan lehet ezt beállítgatni. Hát azért az egy külön előadást megérne. Hát, hogyha lesz rá igény, akkor megnézhetjük. Én szerintem olyan nagyon sok problémát nem okoz, hiszen már elsőre nem is indul el. Az szép. Eddig nem volt semmi baja. Na azért. Érdekes. Na, szóval itt a cég, ami ugye kiadta a játékot, de hát tudjuk, hogy mobilra nem ők egyedül készítették, hanem ez a Tencent vagy Tencent Games segített nekik, és akkor ők készítették gyakorlatilag ezt a Game Loop-ot is. No. Ez minden indulásnál van egyébként, így elkezd egy kicsit töltögetni, ami nem is baj, tehát legalább látjuk, hogy mi történik. Egy kis kávé még. Így elsőre egyébként nagyon megkapó, tehát nagyon szimpatikus, ahogy indul a játék. Tehát nagyon jól néz ki, nekem abszolút bejött már az elején. Hát én ezt most megtagadom, majd legközelebb engedélyezem, most nem nagyon szeretném, ha itt küldözgetne a háttérben. Szervusz, kedves BF Zolika! Hát, mindjárt visszalépek, F11-el így kilépek, ez a Game Loop engine lesz az, amivel tolom, és akkor gyakorlatilag a játék, majd hogyha esetleg visszanézed a vodot, akkor az elején látni fogod, ez a Game Loop gyakorlatilag, ami hát az egyik fejlesztőnek a terméke, úgymond ez a Tencent Gaming Buddy volt korábban, és akkor most az a neve átnevezték Game Loop-ra. Ez lett a neve, és hogyha rákeresem a neten, akkor Game Loop néven. Ott is volt, hogy Game Loop emulátor már hozza maga a kereső is. Ugye vigyázni kell ez a Firehorse meg ilyen találatokkal, tehát vagy ez a Tencent Gaming Buddy, ahonnan leszedheted, ugye Tencent Gaming Buddy, tehát ez legyen az. Vagy pedig van már saját doménje ennek az alkalmazásnak Game Loop néven. GameLoop.fun, azt hiszem talán ez lesz az. Szervusz, kedves Balázs! Szóval innen lehet letölteni, és látszik, hogy minden alkalmazásnak van már ilyen saját kis letöltőkéje, ami azt eredményezi, hogy ha ezzel akarsz játszani, akkor ennek csinálsz egy ilyen külön ikont vele. Tehát rákattintok, hogy Call of Duty, és akkor ezzel indul. No! Akkor nézzük, aztán majd szóltok, hogyha esetleg hangos, nem jó. Meg hogyha valakinek nem nagyon megy, akkor ugye átnézhetjük, már kaptam is egy kis ajándékot, hogy megint beléptem. Na, Linuxon nincs ilyen launcher. Na most én Linuxra nagyon sok videót csináltam, és pont az az apropója, hogy Windows 10-re szeretném megmutatni ezt, mert erre még nem nagyon került sor, hogy mi ez. Na most egyrészt ott van az Unbox, Unlinux, a másik, hogy én Linux alá natív Androidot szoktam bekonfigurálni, és rendesen futtatom Linux alatt. Tehát nem emulátorból, hanem normál módban. Tehát a gép teljes teljesítményét megkapja az Android, amikor én játszani akarok, az egy fokkal másabb, mint amikor így emulálod Windowsból. Most az az apropója ennek az egésznek, hogy én nem nagyon találtam Windows alá jól használhatót, a Nox is akadt nálam egyébként, tehát én nem tudtam például a Noxban lőni normálisan, mert mire lőttem volna egyet, már arré ment. És főleg ebben a játékban, mivel látszik, hogy a játék készítői által kiadott alkalmazásról van szó, rengetegen használják, esélyed nincs más játékosok ellen, majd látni fogjátok, hogy milyen a játékmenet, brutális. Tehát, ha egy kicsit gyengébb a teljesítményed, és Linux alatt jó, mert bekonfiguráltam a natív Androidot, de brutális, tehát egy picit mellőlész, véged van. Na nézzük, akkor ezt fogadja, mert ugye ezt az ajándékot. Nagyszerű. Tovább. Még. Ja, ezt már holnap fogom megkapni, akkor ezt még nem fogadhatom el, ugye? Nem veszünk semmit most. Azt sem veszük meg. Jött egy levél. ID Collection, nem tudom. Season,
Lighting up the world, ugye részt lehet venni ezekben a különböző feladatokban, és akkor kapod érte a pontokat, és aztán be kell gyűjteni, itt van, hogy elfogadom, hogy például hozzáadtam három barátot, és akkor ezeket lehet gyűjtögetni. Így van, ahogy Zoli mondja, ugye Primeval-s az egyik, ugye nálam nagyon szépen megy, egy apróság volt, a PUBG-nál volt néhány ilyen nagyon kellemetlen vibrálás az új videókártyámmal, a réginél nincsen semmi gondom, tehát sose volt, most van először Nvidia-m, és ezzel mindjárt bele is szaladtam egy problémába. Közben gyűjtögettem itt a különféle díjakat, meg mindenféle ajándékot, ahogy beléptem, mert elhalmoz egy csomó jósággal. Jó, de ne is vacakoljunk annyit, láthatjuk, hogy itt még ez a Coming Soon itt folyamatban van, és amivel játszani tudunk, az a multiplayer, meg a Battle Royale, tehát erre nem vagy jogosult, csak hogyha nyomtál már egy pár multiplayer játékot, ugye látszik, hogy level 28-as vagyok, és akkor mindjárt meg is nézzük a fegyvereket. A loadoutnál jelzi is, hogy valamit változtatnom kell, mert valamit kaptam. Kaptam valamit. Ho-ho, gránát, az mindig jól jön. Nagyszerű, és akkor egyes. Ugye most jelenleg kétféle fegyvergyűjteményem van, és amikor megy a játék, ezek között tudsz váltogatni, később majd lehet nagyobb is. Upgrade-eljem a puskámat? Jó. Akkor elvileg csutkán vagyunk. Felebb, most még mit? Kihagytam valamit biztos. Arra figyelmeztet itt ez a pipa, de be van tárazva, itt minden be van rakva. Jó, gránát is, az marad is szerintem, jó? Hát frag gránát az jó, ha van. Ja, jó van, akkor meg is vagyunk. Ugye követni kell mindig ezeket a felkiáltó jeleket, mert arra figyelmeztet, hogy kaptál valamit, és azt nem kéne kihagyni. Jó, itt látszik, hogy van 230 pontom, nagyon sok pénzem elment arra, hogy Facebookon tárolom az adatot ennek a játéknak, ez az egyetlen egy játékom van, amit ott tárolok, semmi más. És mert ezzel nem volt először Google Play, ugye, és hülye nevet vett onnan, és muszáj volt, hogy átírjam, és arra elment egy csomó pénzem. Na, nézzük, multiplayer, megyünk egyet a multiplayerre. Frontline, random, mindegy, hol játszunk, nem? Nézzük meg közvetlen közelről. Megyünk egyet, aztán még megnézegetjük legfeljebb, ha valakit érdekel ez a loadó, meg karakter, meg a többi, hát a kapok még a harcban valamit. Olyan nagyon sok ideig nem szokott tartani, nagyon pozitív élményem volt a játékkal kapcsolatban, pont elkezdtem mondani, már indul is. Nagyon pozitív élményem a játékkal kapcsolatban, hogy egyből fut. Hát sajnos nem kapok már piskót a ellenfeleket, látni fogjátok, hogy brutális a játékmenet. Egészen elképesztő. Ho-ho-ho, meg is érkeztünk, ez az egyes, ez a kettes betöltés. Most ezt az egyest választom ki, de menet közben lehet váltani. Hello, sziasztok! Szia! Legugolok hozzá. Na fussunk, fussunk, szaladjunk. Nézd oda, beszaladt hátulról mögöttem itt. Behalok. Mondjuk eddig jól lő a puska, nem? Kaptam egyet. Onnan. Hol a gránát? Hé-hé-hé. Hol a gránát? Most oda dobtam nekik a gránátot. Meg is halt. Egy, kettő is meghalt. Három. Ez jó dobás volt. Ez mesterlövész puska. Ott, sarokban. Meg is kaptam a magamét. Minek megyek oda, mi?
Szervusz, kedves kamp! Hát, te is pont akkor jöttél, mikor lelőnek. London calling. Hopp. Ez falon keresztül ment el. Hopp, ott az extra pusi. Nem kéne meghalni. Itt figyeld, felgyulladt a sárgával jobb kéz felől az extra pusi, így néz ki. Hát ennyi volt, kifogyott sajnos. Most felvettem volna egy. Hopp, kigyulladtak itt a sárga dolgaim. Az azt jelenti, hogy drónos támadást tudok indítani. Na és itt lehet változtatni F-fel a betöltést. Hú, ez mesterlövész volt, még jó, hogy kilőttem. Huha, erre nem számítottam. Na és akkor most kéne indítani egy drónos támadást, meg egy ilyet is. Meg egy ilyet is indítunk. Ez teli találatot, mi? Csak kijött az ajtón, ugye? Volt még a tárban. Gamepad support, game loop-pal játszok. Ezt a, ha visszanézed a stream elejét, akkor ugye láthatod, hogy... Nézd, elszaladnak mellettem, hallod? Felvehettem volna a puskáját. Megnézzünk egy shotgun-t, hogy milyen. G betűt nyomtam. G betűt nyomtam, F-et akartam. Mekkora vagyok. Rakétát küldjünk neki? Mellé lőttem a... Nem! Eltalálta a drón. Azt hittem mellé lőttem a rakétát. Mögöttem lőtt valaki. Hármas. Ötös. Lehet ilyen drónokat használni. Én öltem meg az utolsót. Úristen, de mellé ment az első kettő, mi? Na nézzük, mit kapunk ezért. Saving progress. Közben azért nézem a streamet is. Jól. Tehát, ha valamit... Ha nagyon eltalálták a grafikát. Nagyon hangulatos, nekem nagyon tetszenek a hangok. Az egész kidolgozása nekem bejött. Csinálunk azért egy screenshotot erről. Legyen mit mesélni az unokáknak. Amikor annyi idős voltam, kisfiam, mint te, itt harcoltam. No. Next. Ez már komplét. Én 27-et öltem. Ez semmi, tehát majd látni fogjátok, amikor úgy kapunk ki, hogy én mondjuk 20-at öltem, vagy 36 a másik, meg 35-öt, meg 40-et. Rettenetesen el szoktak verni. Tehát most szerencsém volt. Menjek még egy kört, és akkor utána fejleszgetem a fegyvert. És akkor utána majd még az a terv, hogy nézzünk akkor egy Battle Royale-t is. Az barom jó. Tényleg az nagyon-nagyon jól nézett ki. Nagyon kellemesen játszható az is. Félreértések elkerülése véget, én ezt játszom mobiltelefonról is egyébként, mobilnettel nem volt gond, nagyon kényelmesen lejátszottam 5 partit, egyetlen egyet nyertem meg mobillal. Hasonló arányban nyertem egyébként, mint itt. Tehát nem volt, én nem éreztem olyan rettenetes nagy különbséget. Egyébként nagyon jól irányítható mobillal, mobilhoz van egy külön egyszerűsített felület, ugye ott direkt már automatikusan fejrelő a telefonnak hasonlók, tehát kapnak előnyt a telefonosok. Jó, ennél nagyobb elő nem kell, hogy billentyűzet egér, csak ki kell próbálni mind a kettőt, mert baromi jó egyébként.
Biztos, amíg biztos dobtam oda egy gránátot, és nézd, átjöttek a gránáton, a fenegye meg. Mondom, bedobok oda egy gránátot, ha úgy jönne ki a dolog, és elmegy mellettem, hallod? Hát itt vagyok, haver. És elsétált mellettem. Na, jön ide valaki vajon? Jó, most ez szerintem kicsit genyó dolog volt, de mindjárt lelőnek. Ezt elszúrtam. De mi, nem vesznek észre, vagy mi van? Láthatatlan vagyok? Hoffegy, de valamiért nem akarta engedélyezni a chat ezt az üzenetet. Hopp, fegyó. Nem tudom, mi lehetett ebbe az a szó. Hát én itt el vagyok így a seregek mögött, nem? Ez amót keres a srác. Segítsek neki? Hát de tehát, hogy... Itt fogok, innen fogok... Innen fogok nyugdíjba menni. Ez így marad. Itt jön, hallom. Simán itt hagytak. Ja nem, becsaptak. Á, kicseleztek. Ja, na menjünk egyet. 15-15. Világít sárgán az extra fegyverem. Nem lehet mondani, hogy nem használtam ki a lehetőséget, ugye? Mindjárt jobbak az esélyek, 19-18-ra viszünk. Hoppá, ott meg jönnek. Ennek az az egy baja van, hogy nagyon lassan tölt. Rám dobta a gránátot, a fenegye meg. Ajaj. Nehéz ez a fegyver, lassú is. De jól lő. Hát, ahhoz képest baromi pontos. Ezt nehezen lőttem ki. De mellé lőttem, tudtam, hogy ott van. Twitchnek kell a kávé. Ejtett képkockák 14. Mi a fene? Nem csinálok most semmit pedig. Na reméljük, hogy nem lesz több ilyen. 68%-on megy a procét. Nem szokott ilyet. Nem bírom el találni, hát mi ez? Addig nem volt ilyen, át kell néznem a gépet, úgy látom. Megint. 34-jel visznek. Na, most fel is mérgelt ez a Twitch, hogy hogy mert ennyivel. Na most lejjebb ment. Közben szétlőnek minket, 29-34. Kettő. Hajaj. Tudtam, hogy ki fog lőni. A fene egye meg a nyakát. Ez most mi volt? Rakétát lőtt rám a csávó. Köszi. Én is küldök akkor rakétát nektek, haver. Így vagyunk, így vagyunk. Hallottam, hogy jött ki onnan.
41-43. De kár, hogy én vagyok az egyik. You can do it. 41, hát ezt kikaptuk. Láthatod, hogy lángolt. Defeat. És nézd meg, nem megy megint 30-40%-on a Twitch. Hogy mi volt az előbb az a 70% meg képkockádobás. Lehet, hogy valamilyen aljas folyamat lehet a háttérben? Az a vicc, hogy a streamer gépen semmi nem fut, és most 30%-on megy az egész. Anomália. Reméljük csak átmeneti. Hát, most így jártunk. Ilyen is van. Na szóval, ennyiből azért lehet látni a játékmenetet, hogy itt aztán sokat nem ér, hogy te miről játszol, meg mivel vagy, úgy elvernek, mint a hozat. Én úgy tudom, hogy nem, de aztán, ahogy elnézem a játékot, könnyen meg lehet, hogy egyébként azokkal rak össze. Nem ismerem, hogy mi lehet a hátterében, vagy hogy működik. Azt tudom, hogy akikkel találkozok, azok úgy elvernek, mint a húzat. Úgyhogy vannak kisebb sikerélményeim, de hát amúgy sem vagyok egy ilyen nagy e-sport játékos. Viszont a lelkesedésem az töretlen. Upgrade? Nem is tudok semmit upgrade-elni. Akkor meg mit ijeszget? Na jó van. Ja, menjünk innen ki, nézzük meg, hogy milyen a Battle Royale. Hát, ha azzal több szerencsém lesz. És start, nem? First person shooterre van rakva, squadra van. Ennyi. Menjünk egy Battle Royale-t. Nem tudom, ez egy nagyon jó kérdés, hogy emu sokkal együtt rak-e be. Nem tudom, hogy csinálták meg. Ugyanaz a cég, amelyik ugye a PUBG Mobile-t is csinálta, tehát biztos, hogy valamit kitaláltak rá. Ugye látszott az előbb is, hogy igazából volt ellenünk egy rendes csapatük. Szinte mindenki oda tette magát, a mi csapatunkban volt, aki nullát lőtt, tehát úgy... Úgy teljesen mindegy, hogy ki mivel van, hogyha nincs egy komplett csapatod. Ilyen teljesítmény mellett majdnem teljesen lényegtelen, hogy mivel játszol, így is úgy is kikapsz ezek ellen. Nem talált meccset. Nem talált Battle Royale-t. Érdekes. Pedig hát játsszák vagy 35 millióan. Azt olvastam. De egyébként így az első megtekintések után szerintem baromi jó. Elnézést kérek, egy kicsit zavaró lehet, most látom magam mögött, hogy világítás talán megint nem sikerült valami szenzációsan. Egy kicsit ügyeskednem kell rajta. Ugye nem régóta van ilyen setupom. Tehát még azért dolgozni kell egy kicsit rajta. Menjek még egy multiplayert, aztán majd meglátjuk, hát ha. Hát mindegy, megnézzünk akkor még egy pályát, aztán hát ha többen lesznek. Nem is nagyon volt ilyen még, hogy ne tudtam volna játszani. Vagy lehet, hogy egyes módban menne. Csak squadot nem talált nekem. Mindegy. Különféle kiegészítőket lehet vásárolni. Most azt nézem, hogy... Ja, itt van. Aha, megvan. 16-os. Ugye közben kapsz egy csomó mindent. Hogyha teljesíted a különféle kitűzött célokat. Különféle teljesítmények után itt is kapod a pontot.
menjünk egy multiplayer-t akkor. Battle Royale az nagyon jó volt, az nekem nagyon tetszett. Milyen lohadó út van már megint. Ja, itt van valami. Na, start. Jó volt. Azzal egyetlen egyszer mentem eddig Battle Royale módot. De tetszett nagyon. Meg jók voltak a csapattársaim, tehát nagyon jó csapatot fogtam ki egyébként. Azért nekik köszönhetem, hogy megnyertük, mert ők nagyon sokat segítettek végig szinte. Igen, arra gondoltam, hogy megyek egyet, aztán megnézzünk egy szóló vagy duót, hogyha nem talál megint utána. Hát még lehet, hogy korán van, vagy fene tudja. Ja igen, kontrollal lehet az egeret előhozni, hogyha valamire kattingatni kellene. Nincs felrakva egyébként a játszhatóság miatt a grafika, csak mondom. Tehát most szándékosan lejjebb van véve, hogy jobb legyen a teljesítmény. Tehát ennél azért feljebb lehet húzni jóval. És nem öltem meg. 6-4-re viszünk? Na talán ez már nem olyan gyászos akkor. Ez jó, ez a puska, jó sok minden van benne. Nem sok élete volt már. Major assist, azt se én lőttem le, senkit nem én lövök le. Hé, hátulról lőnek közben. Nagyon figyeltem, de csak hallottam. Azt hiszem 720p, igen. Hát ugye nem nagyon kell feljebb rakjam, mert a közvetítés is annyi. Sőt, nem is rontott azóta, úgy látom a Twitch. Többet meg nem nagyon bírna el, tehát. Na, megjött a sárga pusim. Na jó, hasznát vettem az ajándék fegyvernek. Ugye kigyullad a sárga gomb, akkor tudom használni. Hát igen, valamiért úgy látom, hogy én nem tudok itt. Hol van a rakétám? Itt. Ez szép találatod, ezt most akárki, akár, ezt külön ki fogom vágni, komolyan csinálok belőle kippet. Hol a kés? Mellé nyúltam a késnek. Itt a kés. Nem bírtam lekéselni. Nézd oda! Na jó van. 27-18-ra viszünk? Hát meg is dolgozunk érte. Kaptam valami érmet megint. Uha, ez mesterlövész puska. Itt jönnek jobbról megint. Jó,
Nincs itt. De tudta, hogy ott vagyok, mondjuk. Ajaj. Jó, jó, ezek a pályák kicsik, pörgős a játék maga. Leszaladtak hátulról, hogy mi volt? Nem tudom, mi történt. Egyszer csak így meghaltam. Ó, van rakétám. Ez is ilyen feature, ez a tűz egyébként. Megint lelőttek. Ha behalok. Ha mi van velünk, fiú? Ja? Bejöttél a kertbe? Persze, egészen bejönnek ide. Jó, hogy innen lemészárolnak minket. Hopp, elnézést. Még lábadozok. Még csak kezdem kiheverni a dolgot. Jó, ez a játszótér. Ó, megjött az ajándékpusi. Ugye nekem ilyet dob, van akinek lángszórót. Azaz, amikor látjátok, hogy lángol az egész csávó. Au. Hátam mögött volt valaki, meg a kollégák is, és senki nem vette észre. Nem mondod? Ez a klasszikus eset, amikor én halok meg, és mindenki körülöttem életben marad. Ja, az kolléga. Hát... Amikor lövök, akkor innen lehet tudni, hogy profi a gyerek. Ugye amikor lő, akkor mindig egy kicsit jobbra vagy balra kilép. Baromi jó csinálja, mert nagyon nehéz így eltalálni. Kiküldöm, figyelj, hogyha van, akkor miért ne? Mikor oda küldünk egy-két rakétát. Eltaláltam, nem mondod. Én nyertem meg. Rakétával megint? Az előzőt is rakétával, azt hiszem. Na, na. Halihó, szervusz, kedves Vili. És bum. 30%-on megy. Nem tudom, mi volt ez a Twitch-el, de a Twitch-nél egyébként is. Most még úgy istenes egyébként, mert volt egy időben mindenki rettenetes módon panaszkodott, hogy állandóan akadt, meg vacakolt az egész játék. Na, úgyhogy most ezért megdolgoztam. Öregkoromra csinálok fényképeket. Legyen mit mutogatni az unokáknak. Majd lesz itt még sírás is. Szerintem nem keltek fel a profik. Na, exit. Megnézik akkor a Battle Royale módot. Hát, ha már azóta rendben vagyunk. Megint kaptam valamit. Új puskám van. Ó, de jó. És akkor itt mit kaptam? Te mit? Hol? Itt? Avatar frame. És? Most? Jaj, kaptam ilyen keretet a fénykép köré. Ú, de menő. Na, Battle Royale, és akkor most megpróbáljuk a squadot, ha nem talál, akkor megyünk egy szólót. Volt fegyver megint? Volt megint valami loadout dolog? Nem tudom, megnézzük, hogyha nem talál. Ez tök jó dolog egyébként, csomó mindent ad a játék. Amellett, hogy baromi hangulatos, nekem nagyon tetszik a grafika, a kidolgozás, a játékok nagyon pörgősek, a pályák viszonylag kicsik, és ettől valahogy egy kicsit úgy mozgalmasabbnak érzed az egész játékot. Mondjuk nem olyan nagyon kicsik, mert ahol a lezuhant helikopter volt, azon a pályán például egészen körbe hátra el lehet menni, tehát arra nem is voltam például. Ja, amikor profikkal játszol, azok jönnek mindenhonnan. Na nézzük loadout. Ja, spray.
fegyver. Itt az új fegyó. 75-70-15, 60-60-45. Hú, ez ilyen közelharcos fegyver, mi? Mennyi? Há, de... 0/380. Hát nem tudom, inkább ezt fejlesztem akkor, hogyha majd lehetőségem lesz rá. Mert most egyelőre nincs. De hát maradok ennél akkor. Ez marad az egy elsődleges fegyverem, meg hát a mesterlövész pusit betettem másodiknak, illetve egy pisztolyt tettem mellé, biztos, ami biztos. Na, akkor nézzük meg duóban, nem? Azt beszéltük, hogy hát akkor így. Nem tudom, shotgunt azt annyira nem preferálom, meg így a közelharcot annyira nem megyek én közel senkihez, ha nem muszáj. Bár mesterlövésszel se vagyok annyira, hogy nekem ez az AK stílusú, M4 stílusú fegyverek jönnek be, ilyen középtávról így lövöldözni, aztán néha kicsit közel menni, tehát így bujkálni, így el vagyok én a háttérben. Mondjuk ennek nagy hátulütője, hogy ez kell egy jó csapat, ha nincs melletted senki, akkor menthetetlenül kikapsz. Meg szerintem most még alszanak azok, akik igazán nagyon durván játszanak. Ez se jött össze. Hát kár, hogy így streamben nem tudunk egy Battle Royale-t menni, ez olyan jó lett volna. Mondjuk mondom, ez is nemrég lett szabad, mert előtte menned kell multiplayer módban, meg kell egy csomó mindent, tehát nem mehetsz először még Battle Royale-ban. Aztán lehet, hogy így működni fog szólóba, hát ha. Oda néz, a szóló összejött. Akkor csak a csapatokkal van gond. Ja, és hát ugye ez is azon ritka játékok közé tartozik, rengeteg Battle Royale játék van mobilra, ahol ilyen 20-30-al lehet játszani. Na most ez is azok közé tartozik, ahol 100-on lehet, tehát... Ez is szimpatikussá teszi. Sikerült, megnézzük a Battle Royale módot, ez is volt tervezve. Jó van. Ki legyek. Mindegy. Ez most mi akar lenni? Most nekem itt mindenkit? Jó kérdés. Nem tudom, hogy mennyi bot lehet benne. Tehát én akkora zseni vagyok az ilyen lövöldözős játékokban, tehát a PUBG-t, a PUBG mobilt is például Linux Mint Zoli segített beállítani, tehát ez mindent elmond. Na nézzük. Jó, tetszik. Na, hol kéne kiugrani? Ott elmenni oda hátra, arra a kis sziget, és akkor ott biztos nem bánt senki, nem? Ipartelep, oda lehet, hogy nem kéne ugrani, ugye? Az a kis sziget az jó lesz ott nekem, nem? Hát nem, odáig nem fogok tudni elugrani, mi?
Na ez az. Ezt már szeressük. Ez mi volt? Én nem tudtam, hogy mi ez. Ezt se használtam talán életemben. Hogy kell ezt összecsukni? Jó van, ez itt marad, nem tudom, mire való. Nem, az E, E betű, azt mondod. Ja, tényleg, oda is van írva. Ja nem, az csak újat rak le. E betűvel le lehet rakni. Ezt a feature-t nem ismerem, én nem voltam még ezzel a funkcióval, vagy egy karakterrel, vagy nem tudom mi ez. Már megint nem... Megint E betűvel nyitottam az ajtót F helyett. Akkor rakja le. Na jó, van, tök mindegy. Ja, közben nézni kéne egy mapot, mi? Annyira nem gázos. Hogy mégis csak autókázni kéne. Ja, hogy nézzek. Kéne valahonnan shield. Ott van valami. Na, most már fel vagyunk tárazva. Hát ez sokat nem gyógyított rajtam. Most nem tudom, melyik lenne jobb. Marad ez a kis puska közelre, vagy az AK jobb lenne? Ez 9 millis, az nem olyan kicsi. Jó van ez. Az ott az airdrop. Most már biztos ez a pusi mellett. Hát ennyi történje, kimegyünk a világból. Ajaj, ez közelről jött. Tudtam, hogy ott vagy. Jó. Gyógyulgatni kéne, nem? Ja, ez gránát. Azzal nem lehet. Ezzel lehet gyógyulni.
Nincs shield, ennyi. Ilyen gagyi kis shieldem volt, és akkor kész. Itt írta, hogy volt egy first aid kit. Ah, végre van egy mellényem. Na, ideje volt már. Az mi volt? Az jó jöhet még. Ezt már kilútoltuk. Ez nem kell. Baromi jól néz ki. Tehát nekem a Battle Royale mód is nagyon-nagyon tetszik egyébként. Elnézést, a néha-néha kölyök cselekmény most kezdek igazából helyre jönni. Miért nem vette fel automatikusan? Láttad, nem vette fel automatikusan a 762-es töltényt. Direkt azért váltottam alkára, mert 762-es töltényen volt eleve 100 valamennyi, csak úgy ellövöldöztem őket. Nem kéne itt a ház körül rohangásznom, ugye? Ott van valaki? Jól látom? Mi a füvet? Füvet láttam meg. Itt jön valaki. Itt van. Ez jó volt. Na, mindjárt van first aid kitem. Távcsövem is van a pusira. Mekkora tetszik, hogy automatikusan felveszi. Ugye a PUBG-nál elég sokat kell vacakolni, meg töltögetni, itt viszont automatikusan felveszi, viszont a mobil PUBG is felveszi egyébként. De nekem ez a játék egy fokkal játszhatóbb. És maga a játékmenet is nagyon tetszik. Ugye most egyedül vagyok, nem squaddal, úgyhogy nagyon vigyáznom kell magamra. Jön megint valaki. Itt van. Itt hallom. Itt mászkál pedig. Vagy csak már a fantázián viccel velem. Ja, nem sürgős semmi, nem? Itt van. Na, haver. Hát azt a 30 másodpercet kivárjuk, ez arra játszik, mint én itt, ahogy becsaptam az illetőt. Arra játszik, hogy kimenjek. Ez tudja, hogy rám vár, tudja, hogy itt vagyok. Fogadjunk. Elfelejtettem, hogy lehet halkan menni. Ez ilyen gyorsan veszi az életet? Nem kell tárazni? Hát én ezt azért nem is gondoltam volna. Na, később mindjárt jobban szaladunk, nem?
Ott jön a csávó. Hát ez nehéz szűrés volt. Mondtam, hogy ott van mögöttem. Ajaj. Azt hittem, nem bírok felmászni. Még én is ugrálok a székbe, hogy fel tudjak menni. Így, azt nagyon szűkre szabtam. Nem volt a legjobb ötlet ennyire szűkre hagyni. Innen jön. Hát is kifogyott, hallod? Ez se lő jobban, mint én. Itt van pedig. Ájjáj. Ez nem tesz jót az arcbőrnek, ugye? Nem szabad megállni. A fene, egye meg! Kapom az élet rendesen. Ó, kis barátom. Ez nagy futás volt, ugye? Hát, rip nem lett belőle, de... Nem sok híja volt. Ketten voltunk. Na jól van.
Hát igen, hogyha nem szaladok le a térképről, nem tökéletlenkedem el, azt nagyon elnéztem. De jó lett a vége, végül is az nevet, aki utoljára nevet, ugye? Rengeteget jelent, én hülyeségnek hittem kezdetben a fejhallgatót, mert úgy voltam elő, jó, ezzel is hallod a hangokat, meg azzal is, nem kell menőzni, neked kamer van meg, mit tudom én. Aztán, amikor megkaptam születésnapomra ezt a fejhallgatót, akkor megértettem, rájöttem, hogy mi a különbség, hogy miről van szó. Ezzel a héttel nem számítok különösebben kiemelkedőnek. De hát nem az számít. Ugye, sokan panaszkodnak, hogy az ilyen battle royale játékokban, főleg a PUBG-val jött fel a dolog, hogy csak bujkálnak, meg mászkálnak. Fia, ahhoz is kell ész. Tehát azért én néztem például a Kodiakot, ahogy végig mennek ugye az egyre szűkülő körnek a külső kerületén, ahol az is mekkora türelemjáték. Ott is ügyeskedni kellett, mert ott például pont a Koditól láttam ilyen hadműveletet, hogy majdnem belehal, amikor ugye szűkül a kör. Itt ráadásul jóval pörgősebb a játékmenet, itt gyorsan el lehet szúrni. Nagyon tetszik a játékban, nagyon pörgős, tehát nagyon-nagyon. Amellett, hogy hangulatos, nagyon megy is a játék, tehát adja magát. Ennyi mindent megcsináltam, akkor az volt a játéknak a baja, hogy nem battle royale-ozok. 850 célt kell teljesíteni, ez azt jelenteni? És akkor egy párat már megcsináltam. Király. Na. Share. Hát ezt most nem osszuk meg, és ez azért nem egy olyan nagy valami. Jó volt ez a Battle Royale, de így egyedül nem az igazi. Később egy kicsit többen lesznek akkor. Én squadban szeretek menni, ebben rengeteg a felelősség, meg így egyedül kicsit nehezebb. De jobban szeretem, amikor legalább kette-hárman vagyunk, és akkor nagyobb szabadságot ad a játékban. Lehet okoskodni, ügyeskedni, beszélgetni közben. Ugye azért is mondtam, hogyha ezt upgrade-eljük azért. Ó, új töltényen van, haver. Menni kell még egyet multiplayerbe, ezt ki kell próbálni. Primary weapon, és akkor... Ja, nem ide jön? Azt hittem, hát reménykedtem benne. 80, 60, 95. Atya úristen! 80, 60, 95. A jelenlegi fegyverem 60, 60, 45. Hű, akkor lehet, hogy mégis csak ezt kéne használni. Meg kéne próbálni legalább, nem? Berakni elsődlegesnek, és akkor felszerelni. De ez nincs is semmi. Mit se töltény, semmi, azt végig fel kéne upgrade. Acquire. Semmi. Nincs hozzá. Megpróbáljunk csupaszon menni egyet multiplayerbe ezzel a... Jaj! Battle Royale-ban vagyok. Lecseréltem a Battle Royale fegyvert. Ó, de hülye vagyok. Ja nem, Battle Royale-ban nem kell ez a nagy puska. Ott maradok a jól bevált fegyveremnél. Nem a multiplayer-t. Vagy most milyen eltévesztett a más számot? Loadout. De. Battle Royale-ba cseréltem le a fegyvert. Na jó van. Mindegy. Itt maradt a régi jól bevált fegyverem. Nem. Itt van multiplayer. Össze-vissza vagyok én zavarodva. Csak nincs hozzá semmi. Ja, menjünk egyet, próbáljuk ki. Nem is néztem. 230 ilyen ponton van. Na jó, van, majd megnézzük. Season, megint kaptam valamit. Aha, ez volt az. Azt mondja, hogy ha kétszer a top 15-be végzek, akkor kapok egy ilyen ajándékot. Ez is megvan, jól van. Jól van, és akkor mindjárt ki is próbáljuk.
az új fegyvert akkor. Hát, különlegesen mázlista voltam most. Nem szokott ekkora szerencsém lenni. Sőt, ilyen eredményeim se egyébként. Na nézzük meg az új puskát. Ja, megint van valami fegyverhez valamit. Megint. Jó nekem a Defender. Ja, vagy ezeket... Mit lehet ezekkel csinálni? Minek ez? Anti-zombi? Jó, és akkor ez. Ja, van új sprém, értem. Életemben nem jöttem rá még, hogy kell sprézni például. Na, menjünk egy multipliert az új fegyóval. Phoenix OS alatt kilép és Prime OS alatt nem próbáltad, mert nekem az alatt futnak a játékok. Tehát Phoenix OS alatt jóval kevesebb fut, nyilván a Prime OS az például sokkal újabb. Tehát nekem sokkal több minden fut is alatta, jobban támogatja a gépemet, és hát, ha nem is kétszer gyorsabb, de sokkal jobb a végeredmény. Tehát sokkal jobban futnak a játékok. Ugye most összehasonlításban nem véletlenül mutatom Windowsra ezt az emulátort, nincs annyi játék, tehát annyi játék nem érhető el. Nyilván látszik, hogy Mario sok van benne, de nem lehet akármiből válogatni. Ugye Prime OS, Phoenix OS alatt meg azért lehet pakolászni fel a játékokat. Mondjuk semmit nem ér a pont, az ember a kedvencével nem tud játszani. Hú, de vagány ez a fegyver. Uha, nem biztos, hogy ezzel fogok tudni játszani. Az a baj. Nem biztos, hogy menni fog nekem ez a fegyver. Ezt lehet, hogy bukni fogom. Nekem az a nagy táras kell. Az a baj, az nagyon lassan táraz. Igen, hát a Prime OS, hát a több szerencséd lesz. Na, majd meglátjuk, hogy lő ez a fegyver. Ugye ilyenkor F-fel lehet váltani meghalás után, hogy milyen loadó, tehát hogy milyen fegyvereid legyenek abban a körben. Meglátjuk, mi ez a puska, mert nem nagyon szoktam ilyeneket. Én jobban szeretem az ilyen darálósabb fegyvereket. Az ott mesterlövész pedig. Hát én nem tudom, hogy hova lett. Az ott pedig mesterlövész volt. Hallatszik is. Akkor ott van. Megvan. Nagyon kevés töltény van ebben. Tú, de... Na, egy rakétát nézzünk akkor. Hajjaj, kifogytam. De jó, kész, ennyi volt. Hát akkor nézni kéne fegyvert talán. Szedni kéne valami rendes puskát, mert nincs. Hát nem valami jó ez a puska. Vissza kell rakjam a régit, gondoltam is. 40 történt, te jó Isten. Ott volt egy jó puska. Na, nem veszed fel? Mit nyomtam? Nem jót nyomtam? Még már ilyenkor nem lehet?
Jó, szervusz, kedves Zoltán! Ezért jó, hogyha vannak mögötted ketten, mert amíg rájuk céloznak, addig ráérsz lövöldözni. Na végre, na végre felvettem a komának a puskáját. Egy ötöst azért nyomunk neki. Át kell lenni fog vissza a régi fegyom, mert én ezzel nem tudok lövöldözni. Éppen nem fogunk kikapni, de milyen jó, amikor így állnak előtted, ugye? Nem téged lőnek, hanem őt, golyófogónak. Ráérsz itt így lövöldözni mögül le. És nézz oda, nem is kapott annyi golyót ahhoz képest. Ketten is vannak előttem, de ráérek itt. Kukucskálok lába között, itt ott, ott. Nézd, ezt is eltaláltam oda. Nincs is ennél jobb. Hát te mit kukucskálsz ott az ajtóba? Na nézzük a szuper fegyveremet. A szuper képesség. Jó van ez. Oda figyelnek, én addig itt elbúvockodok magamban. Hármas. Kéne egy rakéta, haver. Janics. Itt a rakéta. Küldjünk nekik rakétát. Egyet megöltem rakétával, ugye? Ja, igen. Hát a Friendly Fire-re lehet, hogy megszívnám. Lehet, hogy van, csak nem az én szintemen. Ez még az én. Ötös. Küldünk még egy ilyet is. Nézd oda, a haver egész idáig eljött. És egyedül itt lövöldözi őket. Hopp. Hát. Ezt most én szívtam meg. Nézd oda. Asszisztot. Hát assziszt is valami, nem? Az is több, mint a semmi. Ott egy shotgun. Hol a shotgun? Itt volt egy shotgun az előbb. Na, jó. Volt shotgun, nincs shotgun. Dobok be nekik azért egy gránátot oda az ajtóba, biztos, ami biztos. Hát? Második nekifutásra már többet találtam. Azt hiszem, hogy a Friendly Fire lenne, akkor. Igen, kicsit feljebb lősz, az teljesen jó. Jó, tehát így összességében azért ki lehet jelenteni, ez egy nagyon jó kis játék. Így az egész összképet nézve. Eddig összesen kétszer játszottam vele. Úgyhogy, de nem voltak ilyen élményeim, tehát az, hogy én rendszeresen ilyen második, harmadik helyen végeztem talán. Tehát szerintem most alszanak a profik, vagy nem tudom milyen. De életemben szerintem ilyen jól nem játszottam sose. Van még a multiplayerben egy nagyon jó kis pálya, azt nem is láttam itt. Kilépek, és akkor átállítom a fegyvert, mert ez borzalmas. Én ezzel nem is tudok, meg nem is nagyon akarok. Mellesleg. 75-70-15. Ez az, amit most kaptam, és közelharcra jó. 60-60.
60, 40, 60, 60. Marad ez. És akkor inkább ezt upgrade-elem. Egyelőre, hát lassú a fegyver, nagyon. Ez tény és való, de hát. Most nem tudom, hogy... 70-60. 60-60. 70-60-45, akkor ezt equip. Akkor jól láttam, hogy jött egy új töltény, és azt nem raktam be ide. Jó. Stabilabb is legyen a fogása a fegyvernek. Jobbat is fogunk vele lőni. Mehetünk. Ugye, és akkor... ja, itt a gyakorlásmód. Search and Destroy, Domination, Team Deed Match. Hú, random map. Crash Kill House. Crossfire. De ez teljesen jó, ez a Kill House, ez nekem nagyon tetszik még. Ott nem voltunk még. De úgy randomra van rakva, ez teljesen jó, hát ha berakja. Nem akarom piszkálni, mert Cségóban is az volt a baj, ugye eleinte csak az Office-on, vagy csak ezen, csak azon játszottam, akkor utána más mapot meg nem ismertem egyáltalán. Hát úgy akarok azért mindig vegyesen egy kicsit mindennel menjek. De csak egy valami ezért csak. Készen is indultunk. Muszáj volt a jó öreg puskámra visszaváltani, mert nem tudok azzal. Hiába a nagyobb fegyver, meg új. Meg milyen szuper, már két fegyvert is kaptam a játékban ingyen, de hát nem. Az egyik az csak közelre jó, de a hatalmasat üt közelről. De hát nem. Ebben meg van bőven töltény is. Jaj, ez a hajó, ezt nem szeretem, itt kikaptam az előbb, meg ki is. Szoktam itt elég sokszor kapni. Valamiért ez a hajó nekem a mumusom mostanában. Előbb is itt kaptam ki. Itt jön valaki, úgyhogy megkínáljuk egy gránáttal. Találtam! Nem, de ő eltalált. Azt hittem, ez is assziszt lesz. Jaj, elnézést! Amerre én járok, ott nem jár senki. Ja, az kolléga. Még jó, hogy szana szétlőttem, mi? Ott volt egy shotgun. Hogy én mit megbohóckodok? Na jó, van, menjünk. Akartam egy shotgun-t. Venni nem fogok, hülye nem vagyok azzal, nem tudok játszani. De azért úgy kipróbáltam volna. Na, megkínáljuk őket egy gránáttal. Szeretem az olyan puskát, amiben jó nagy tár van. Ilyen esetekre jó. Csak hogy ne lássanak ki, ha jönnek. Meg minek akarnak kukucskálni különben is. Ott volt a mesterlövész az ajtóba, lőtte az én barátomat. E betű, szuper fegyver. Meg is haltam vele. Hát ez van. Semmit nem tudtam kezdeni ezzel a baromi nagy fegyverem. Ez a jó, ez a
Bőm nagy puskával se futni nem lehet normálisan, se tárazni. Viszont lő, mint a francos nyavaja. Ez elkezd lőni, ez visz mindent. De ha egyszer kifogy. De jó, hogy beállt elém, hallod, ez ha lenne friendly fire, ez mekkora tarkolövés lett volna. De hogy beállt elém? Csak a tarkóját láttam. Nehéz pillanatok egyike. Rám lőtt valaki? Ha jól hallottam. És még van benne, nézz oda! Mindig volt benne. Uha! Ilyen ez, amikor nem fagy ki valami. Hopp, gránát. Még egy gránát. Rakéta. Na, még valami van. Még ez is van itt. Ezt még beküldjük valahova. Rakétát nekik. Hát ezek meghaltak. Ez a rakéta, ez egy jó találmány. Hát elment valaki. Ott arra elment egy ellenség. Vagy nem? Mi vagyok már, hogy engem meglőnek közben? De ott van, az ment el az elébe. Ezt mondtam. Na, szuper puska. Ott volt egy mesterlövész. Pityó, ezt ki kell próbálni. Vedd már fel. Most miért nem veszed fel? Nem veszi fel a mesterlövész Pityót. Miért nem vagyok rá jogosult, vagy miért? De miért nem tudom felvenni a mesterlövész puskát? Ki akartam próbálni mások a fegyverét. 45-26, ezt most nem bukjuk el. Azért egy gránátot bedobunk oda, biztos, ami biztos. Nem volt ott senki, de hát... Először úgy tanítottak, hogy először köszönjek. Hú, barátom. Ó, rossz helyre küldtem el a rakétát, nem? Az mi volt? Az, hogy ment oda az a rakéta? Figyeld! Mi ez, hőkövetős rakéta? Az, ez drón. Nem sima rakéta. Na jól van. Ez jól alakult. Jó, mert így kapok egy csomó mindent akkor. Jól fog ez jönni majd szűkösebb időkre, amikor itt sorba kikapok, meg veszítek. Tehát én olyanokkal játszottam eddig, akik engem körülvettek, azok se voltak ilyen 2000 pont alatt. Ilyen 2-3000 pontokat csináltak, úgyhogy... Ez most mi? Tudjuk, mi ez. Na, loadót, nézzük, mit kaptam. Hát, ha kaptam valamit a puskához, nem kaptam semmit. Ja, ez az új. Na, jó van. Gyorsabb fegyverkezelés. Futás. Futás után. Fegyvert előkapni gyorsabban fogja. Na, mit csináljunk? Hát, ha megnézzük azt a raktárat, hát, ha most bedobja. Milyen MVP? Elmentem mellette. Mi a meccs után megnézzük azt az MVP-t akkor. Mert visszamegyek.
Hú, jön a PUBG Lite. Én csütörtökön szeretnék vele játszani, az a terv. Csütörtökre beizzítani és feltenni. Nagyon kíváncsi vagyok rá. És ha minden igaz, akkor már folyamatban van hozzá ugye a Linuxos support, tehát elvileg még az is előfordulhat, hogy hamarosan jön a PUBG Lite, akkor Linuxra. Ugye ez a bizonyos BattleEye system, ezt most megígérték, hogy akkor fejlesztik Linuxra is. Na, itt van a raktár, ezt nagyon szeretem, hogy baromi jól néz ki. Ide jó is ez a puska, pont. Ez baromi jól néz ki meg. Nagyon hangulatos. Tetszik. De erre mondtam, nincsenek nagy pályák, de pörgős. És azért ezt ne felejtsük el, ez Android, tehát. Komolyan azt hittem, ott áll valaki. Hát eldobunk egy gránátot, biztos, ami biztos. Honnan lőnek, hallod? Hát ők mennek előre, ugye én meg itt a sarokba addig elbújok, és gondoltam én, aztán jól lelőttek. Na jó van. Valaki csak oda sétál, nem? Hát azért van ez a rengeteg töltény, hogy kihasználjam. Itt van előttünk egy ilyen. Ez ugyanazt csinálta, amit én velük, hogy oda beállt, és akkor senki nem gondolta volna. Ez a jó sok tölténybe, elég csak tartani a puskát, meg a tűzgombot. Azt a lukat kinéztem, hogy sokan jönnek. Egy gránátot azért be kéne oda küldeni, biztos, ami biztos. Hey, itt a mágikus csoda fegyverem. Azt a mindenit, ez teli találatot, haver. Akárki csinálta, ezt telibe találta. Nem hal meg senki, hiába lövök. De, én. Oda nézd, de pontos, de pontos. Na, jönnek már a profik. Na nézzük, 3-as, 4-es. Hogy eltaláltam? Komoly munka. Ó, ja, azzal lőtték ki, haver. Ja, úgy könnyű. Na nézzünk egy 4-es puskát. És akkor oda valahova elküldjük a rakétát. Meghalt. Nem baj. Kilőttek, de megérte. Már megint a rakétával, engem is kilőttek rakétával, jó van. Kölcsön rakéta visszajárni. Jó. Így vagyunk, így vagyunk. Megint meghaltam, jó. Oké. Csak meg lett. Láttam, hogy ott kukucskál. Assziszt. Én itt lövök, mint az állat, és assziszt. Ezért dolgozok én annyit. Nagy puska.
Jó, ez a pusi. Jó, bizony. Mesterlövész puska nem jó mindenre, haver. Elő akartam venni a drónt, hogy közelről megdrónozom. Megnyertük. Valaki elintézte a nyerést közben. Na, ez már profi. Tehát itt már látszik, hogy megjöttek azok a játékosok, akik... Mondjuk elkiabáltam egy kicsit, de jó volt ez. Így, amikor már ilyen sűrűn halok meg, az a normál játékmenet, csak mondom. Nem book, hanem feature, tehát általában így szoktam játszani, ez a esekkelek. Valószínű, hogy az álmos nagy többség most kezd belendülni. Ezt még elmentjük. Ez jó kis pálya. És ugye még egy csomó mindent nem is láttunk. Különféle feature-öket. Ez baró volt. 26 kill van, itt van. Tehát jönnek azok az emberek, akik aztán zárkóznak. Ugye az a baj, hogy nálunk is, ha nagyon sok ilyen nulla meg egy killes van, akkor tudja, hogy kikapunk. Na megyek még egyet, aztán nézni kéne egy Battle Royale-t, hát ha összejön a négyes. Jó squad azért, az sokkal egészségesebb, mint egyedül. Ott ideg-beteg módon lesni minden irányba, megfigyelni. Sokkal kényelmesebb. Lehet nézelődni közben a pályán legalább. Ugye azért mégiscsak most még eléggé új a játék, azért az újdonság erejével, ott az ember szét akar egy kicsit nézni a játékban, meg akarja tapasztalni a többi fegyvert, meg a többi lehetőséget is. Ugye egyedül vagy, azért annyira nincs időd, eléggé kell kapkodni, hogyha valamit akarsz. Közben nézem, level 30-as lettem. Úgyhogy... De legalább nem ilyen level 10-eseket dobál mellé. Volt olyan is. Ki is kaptunk. Elnézést, közben így beleköhécselek. Már viszonylag jó vagyok, vagy én legalábbis azt hittem, hogy már teljesen jó vagyok, de még egy nagyon picit lábadozok, úgy látszik. Hú, de lassan futok a többihez képest. Viszont nekem sokkal több, nagyobb pusim van, ennyi. Ennyi. És rengeteg töltény van benne. Hogy ott hagytak kezdőfutásnál? Hogy elmentek mellettem? Oha! Na, sikerült felvennem egy shotit. Ho-ho-ho-ho! Ez az igazi közel fight. Oda nél. Ez a tuti. Magamnak nem vennék ilyet, de baromi jól néz ki. Hát meg azért mennyi volt? Egyetlen egy lövés és azonnal halt. Ha nem lősz mellé, akkor végük van. Azért brutális a sebjen. Hogy nekem miért kell mindig töltenem állandóan, hogy erről nem tudok leszokni. Nem kell olyan nagyon gondolkoznom rajta, hogy eltalálom, vagy nem. Előbb vagy utóbb biztosan. Nem távcsővel lőttem őket. Na jó van, bekapcsoljuk a feature-t. Hozzuk a rakétát. Ezt szeretem. De még a hármas van. Még a hármas drón.
Asszisztot kaptam az UAV-val. Jó volt a gránátdobás, haver. Na és most? Ennek értelme nem volt, hogy oda bemenjek, mi? Haver, te mit csinálsz a kertben? Ott egy nagy pusi. Ingyen van, nem? Na. Ezzel nem ment a múltkor. De ennek hogy van ennyi töltény? Ja nem, ez ugyanaz. De jó van akkor. Ajaj. Ja tudom már, miért nem szoktam én ezzel játszani. Amíg pirosak, addig érinthetetlenek. Ja, meg is lett a vége. Na megnézzük a squadot, hát ha tudunk már menni. Érdekes, ez a mentés olyan sokáig tart, pedig elvileg nem is csinál semmit nagyon a gép. Piszkálja a csőröm ez a eldobott négy képkocka. Na nézzük meg. Hát, ha most már indul. Ha valami van. De ebbe csak 40 töltény van, az a baj. Inkább ezt upgrade-elem. Így van. Max level. Jó, hát aztán majd váltunk valami másik fegyverre, hogyha találunk jobbat. Mi új? A fogókar. 60-70-45, 60-60-45. De akkor az nem ad nagyobb stabilitás semmivel. Jó van. Ugye ezt megnéztük, nézzük meg akkor, hogy Battle Royale mód, és akkor tudunk-e menni. Akkor itt nem barkácsoltam el elvileg itt a fegyverekkel semmit. Van egyszer egy távcsuvatom. Ja nem. 80-55-90. Most menjek ezzel. Ez a Battle Royale már úgyse számít. Nem? Jó, megyünk azzal, megnézzük, hát legfeljebb. Jó, maradtak mindegy. Jó, start. Ez az, áttesszük squadra. Isolated. Az micsoda az isolated? Azt se tudom, hogy egyáltalán hány ilyen pálya van. Ez a harmadik alkalom, mikor elindítom a Battle Royale módot. Ugye először nem is enged. Amíg nem játszol valamennyit a játékkal, és akkor csak utána lehet. Nem akarom elhinni, hogy nem játszik vele 100 ember.
Vagy biztos, hogy valahogy úgy van, hogy szegregálva van, és akkor nem tesz össze olyan emberekkel. Hát ez megint. Még egy próba, aztán akkor megyünk szólóba még egyet legfeljebb. Közben nézem a streamet, érdekes, hogy azóta se fordult elő ilyen ejtett képkocka meg a többi. Ez mi lehetett? Mert ugye volt már olyan, hogy valamilyen ott felejtett folyamat esetleg futott háttérbe, de nem látok most semmit. Na? Nincs? Hát akkor megint szólót megyünk. Jó zene. Vagy mindenki ebben játszik szólóban. Hát ez a múmia. Vezethetem a repülőt. Oda néz. Mekkora király mell. De várj, akkor mivel emelkedik? Ja, hátrafelé kell húzni, és akkor emelkedik, nem? Nem. Eddig jól megy, én úgy érzem, hogy ez nekem nagyon fog menni. Kimentem. Hopp, egy fa. Jó van. Hülye helikopter. Autó. De ezt meg nem lehet vezetni. Mekkora szívás. Kigyulladt a helikopter. Na, szép vagyok. Welcome to Battle Royale. Jó duma. Hát én továbbra is valahol a másik szélén szeretnék érvényesülni, majd arról beljebb jövök. Én úgy éreztem múltkor is, hogy nekem valahogy az jobban bevált. Na tessék. Van kocsi, minden van. Ez mi? 762-es meg 9 millis. Akkor talán a kettest kellene lecserélni, és akkor valami. Jó, a mellény már van. Az miben jobb vajon? De ebbe csak 80. Ebbe is 80. Hát akkor tök mindegy. Nekem legalábbis biztos.
Én annyira úgy se értek hozzá. Ez shotgun töltény, az annyira nem. És akkor nézzünk egy mapot. Húha! Kelleni fog egy autó. Helikoptert nem bántjuk, mert az nem megy nekem. Azaz, hú, mennyi minden. Hát, ki kellett volna lootolni, de nem nagyon érünk rá, mert nem akarok meghalni. Ezt már az előbb majdnem eljátszottam, úgyhogy... Majd, hogyha beértem, akkor ráérünk ott bóckodni. Valahol ott a kör környékén még lootolgatok, hogyha lesz szerencsém. Elég jó megy ez a vezetés nekem, úgy érzem, úgyhogy nyugodtan el is mehetnék valamilyen versenyzős játékba. Hát kisebb hibákkal, de egész jó. Tűnik. Kell az nekem? Hát ha megyek vele valamire. Mennyire van messze? Nagyon. Kell egy másik kocsi. Alakul. Egyre jobban kezdek belejönni. Ott van mögöttem valaki. Eskü ott volt mögöttem. Hát kisebb technikai problémák ugyan vannak a vezetésemben. De nem rossz, van hová fejlődni. Hopp.
Na már megint. Na most. Hát de hol? Ki? Hát én nem látok senkit. Jó, ott harcolnak benne a házba biztos. Itt jön a haver. Thank you.
Au. Hát én nem látok senkit, barátom. Akárki csinálja, akármi csinálja, jól csinálja. Messi meg azt mondtam, én nem látom, ki az, ki lő, honnan lő. Hát nem akartam pont kiugrani, de mindegy. Na, jobbról vagy balról jössz?
Na jó van. Én azt hiszem, hogy kijelenthetjük, hogy egész kellemes játék. Nagyon hangulatosra sikerült, nem véletlenül lett ennyire sikeres. És hát ennyi nagyjából. Ugye rengeteg kincset rejt, még rengeteg feladat van. Négy a töltem, hát nem feltétlenül az a siker kulcsa, ugye. Nem tartozok a hentesek közé, ez ismét bebizonyosodott, viszont rangot léptem, úgy látom. Úgyhogy már nem kezdő vagyok, hanem kezdő kettes. Kaptam valamilyen őrtornyot, úgy látom. Úgyhogy biztos lehet menni még valamilyen ranked meccseket is, tehát azt még egyébként nem is nézegettem nagyon, hogy milyen lehetőségek vannak még pluszba. De hát úgy látszik, hogy enélkül is rankoltam egy Battle Royale-ban. Na tessék, kaptam ilyen díjakat. Tehát ez külön tetszik egyébként, hogy nem spórol a rendszer, tehát szívesen adja azokat a dolgokat, amiket itt folyamatosan kapok menet közben, és viszonylag kevés meccset játszottam, azt nézzük, 5-6-ot, és kaptam egy csomó mindent. Ó, de vagány! Milyen király ejtőernyőt kaptam. Hát sokkal jobban néz ki, mint ez a rózsaszín vacak. Na, királyság. Defender, Scout. És hát ugye folyamatosan nőnek a képességek is. Hát én maradok ennél a... Ja nem, ez annyira nem jó ez a... Megnézzük majd a ninját, vagy a taktikust. Ez kicsit erre a Rainbow Six-re emlékeztet, hogy ennyi minden van benne. Jó. Úgyhogy összességében jó kis játék lett ez. Jól el lehet vele tölteni az időt, nyilván társaságban az igazi, tehát így egyedül el lehet vele bóckodni, de így egy kicsit üresebb a játék, főleg a multiplayer résznél jön ki, hogy nagyon kevés, úgy egyedül az ember nagyon függ attól, hogy kit sorson melléd, nyilván majd egy kicsit, ha többen kezdünk el vele játszani, vagy többen próbálják ki, akkor majd látjuk, hogy mennyien leszünk, úgy egy kicsit izgalmasabb lesz. Közben nézem, hogy ez előbb, mintha nem vette volna fel az ajándékot. Úgyhogy, ja, nem fogadta el valamiért. Ja, de! Csak ennyi minden van, amit még nem vettem fel. Akkor jó van. Na most már van egy csomó ládám, azt még azért csak kibontam, és akkor arra gondoltam, hogy szerintem ennyi volt ez a kis bemutató. Megnéztük, hogy milyen ez a játék, aki kíváncsi rá, ugye még sose látta, az most szerintem kapott egy kis ízelítőt belőle, nyilván nem ez fogja eldönteni, hogy valaki játszani fog ez alapján vele, vagy nem. Szerintem, mivel ingyen van, mindenképpen érdemes kipróbálni. Ezt még azért kinyitom. Wow! Ja, ezeket mindet ki kellett volna nyitni. Jó van, hát ez lett volna így nagyjából akkor ez a kis bemutató videó, ugye többen kíváncsiskodtatok már, hogy próbáltam-e, néztük-e már, hogy milyen, hát ilyen maga a játék. Szerintem nagyon hangulatos, barom jól sikerült, és ahhoz képest, hogy Androidra készült, szerintem nagyon-nagyon játszható játék, és itt ugye még azt is hozzá kell rakni, nincs csúcsfelbontáson, tehát az enyém le van egy kicsit véve, nyilván azért, hogy gyorsabban fusson, és ne legyenek vele problémák, főleg így stream közben, így is azért csak közbeszólt a technológia, tehát azért egy 14 ejtett képkockán volt, de hát mondjuk egy ilyen 2 órás streamben szerintem bőven belefér. Én köszönöm szépen a figyelmet egyelőre, és akkor várom én is szeretettel mindenkitől majd a visszajelzéseket, ötleteket, aztán barkácsolunk valamit ezzel a játékkal. És én köszönöm szépen egyelőre, sziasztok!